A hétvégi túrázások alkalmával sokan kezdenek gombakeresésbe is. Az egyik legfontosabb szabály, hogy aki nem ismeri a gombákat, ne szedje, és főleg ne fogyassza az erdei gombát. Leszedni azért sem szabad, mert ahhoz, hogy hosszú távon megmaradjon a terület termőképessége, nem szabad begyűjteni az összes növényt, és vigyázni kell a talajban lévő gombafonalakra is. Idén azonban a jól bevált lelőhelyek felkeresése sem vezetett feltétlenül sikerhez. A gombatermelés most nagyon gyér, tehát abszolút nincsen gomba. A tavalyihoz képest, hogy mondjam, kb. 10%-a van a tavainak. Nincsen eső, és egyszerűen nincsen gomba. Ez a férfi mégis talált néhány szép gombát, de akadt közte olyan is, amelyik nem volt alkalmas emberi fogyasztásra. Az ilyen növényeket a szakemberek egyszerűen kidobják. Aki saját felhasználásra szed gombát, az maximum 2 kg-ot gyűjthet be. Ennél többet csak kereskedelmi célra lehet szedni, ennek azonban feltétele van. Mindig arra kell figyelni, hogy megvan-e a papír, a gomba szakértői vélemény, mert mindig ki van állítva egy szakértői vélemény a gombáról, tehát más egyébként nem is árulhatnának gombát a piacon. Igazából ezt kell nézni. De nem fognak találni most gombát a piacon. Ez azért is fontos, mert az egy fűre első gombafogyasztás Magyarországon egy 2017-es adat szerint nagyon alacsony, csupán 1-1,5 kg évente. Az elmúlt években lassú növekedés azonban megfigyelhető. Egyedüliként a gombák tartalmaznak természetes úton D-vitamint, valamint bizonyos mértékben helyettesíthetőek velük a hús tápanyagai. Továbbá olyan fontos aminosavakat vihetünk be velük a szervezetünkbe, amelyek a zöldségekben nem találhatóak meg.